Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, az sem véletlen, hogy te éppen most megnézed ezt a videót, valamit közöl veled. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Tehát megnézzük most, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt ez a torony jelenti a feszültségeket. Amikor benne érzi magát ebben a toronyban, és keres egy kiútat, hiszen ez olyan, mint egy labirintus, tehát kell számára egy új irány, egy lehetőség. A kasza el tudja vágni a tornyot, tehát lezárja ezt a témát. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy is, mint például a vállás. Ezt is jelentheti a kasza. Vagy a torony jelenti a korlátozásokat, akkor ez most elmúlik, ennek ő tudatában van, hiszen itt a gondolatairól van szó. A kasza elvágja ezeket a nehézségeket, korlátozásokat. Hogyan érzi magát? Itt látható még a felhő, és az jelent olyan dolgokat, ami átláthatatlan. Néha utal félelmekre. Itt a hold, az jelenti az anyukáját, az anyai érzelmeket, vagy kihat az ő álmaira, vágyaira, elképzeléseire, de nem tudja, hogy lehetne ezt megvalósítani, hiszen ez a felhő, ez olyan, mint egy fátyol, valami olyan átláthatatlannak tűnik számára. A hold is jelenthet titkokat, hiszen a holdnál az éjszakáról van szó, amikor nem minden látható, tehát jelentheti az ő saját titkait, hogy titokzatos, visszahúzódó, vagy valaki van a környezetében, aki eltitkol előle valamit. És a harmadik kérdés, hogy közeledik hozzád. Itt ez a fa jelenti a biztonság érzetét. Hiszen ő úgy gondolja, úgy érzi, így közeledik hozzád, hogy nálad megvan ez a biztonság, hiszen nálad le tud gyökerezni. A fa jelenthet egészségügyi témákat, vagy a gyógyító erőt is. Ha beteg voltál, vagy ő, vagy valaki a családban, akkor itt lesz gyógyulás, hiszen a csillagok szerencsét hoznak. Ami kettőtöket illet, itt meg lesz ez a stabil párkapcsolat, itt van a szerencse, minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben itt meg van írva. Mi fűz össze benneteket? Itt a hegy jelenthet egy hegyvidéket, és ez lehet egy kirándulás, ami kihat majd a párkapcsolatra. De a hegy jelenthet még gondokat, problémákat, amit közösen meg kell oldanotok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás.
kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel.